Oroszul, amióta mi legutoljára beszélgettünk, azóta ugye több információ és napvilágot látott az érintett nyírvévér részéről. Konkrétan a legutóbb például az, hogy ön nem teljesen egyenes úton jutott ezekhez az iratokhoz, amelyek alapján a feljelentést tette, és állítólag ismeretlen tettes ellen feljelentést is tettek a cég részéről, nyilván az iratok kikerültek. Mennyiben változtatja egyébként meg ez a tényállást? Nem tudom, én nagyon csodálkozom rajta, hogy a városi üzemeltetés ezzel foglalkozik, hogy hogyan kerültek ki azok az iratok, ahelyett, hogy vizsgálnak, hogy valós-e az a tartalom, amivel én vádolom a... Amúgy egyébként egyenes úton jutott önhöz, vagyis ez teljesen hivatalosan? Teljesen tisztességes úton jutottam hozzá, semmiféle humbuk ebben nincs. Ahol kell, majd az illetékesek, ha megkérdezik, el fogom mondani, de most nem szeretném ezt itt nyilvánosságra hozni. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor ön azt mondta, hogy 50 millió körüli értékről van szó, de úgy tudom, hogy azóta újabb fejezete bővült ez a kör. Most hol tart az ügy? Hát igen, azóta én készítettem egy feljelentés kiegészítést is, hiszen megint birtokomba jutott, szintén mondom, nem illegális úton, a birtokomba jutott egy olyan irat, amely további fiktív számlát tartalmazott, amelyet átadtam a nyomozóhatóságnak, ezért az összeg, ami a feljelentésről szól, ez bővül, tehát jóval 50 millió fölött van most már az a tétel, amit vizsgál a rendőrség. Na most azóta a fejlemények úgy alakultak, hogy a nyíregyházi rendőrségtől, megyei rendőrségtől az ügyet elvette a Nemzeti Nyomozóirodát, tehát elvitték, tehát így úgy látszik, hogy komolyodik az ügy, és egyre mélyebben ássák bele magukat a bizonyításban. Hát nem tudom, mert én azon gondolkodtam, hogy közben azért azt is tudjuk, hogy a felügyelőbizottság ülésen elhangzott állítólag az a tény, hogy az Álmesnik Péter ügyvéd megvizsgálta az ő rendelkezésre bocsátott szerződéseket, illetve számlákat, és valami olyasmit tett le jelentésként, hogy az általa megvizsgált számlákkal, illetve szerződésekkel nincsen probléma, ő nem talált bennük kifogásolni valót. Ez mint egy cáfolni látszana azt, amiről ön beszél. Hát más dolog egy szerződés, más dolog egy számla, és más a valóság, hogy azok a számlán szereplő gyakorlatilag munkavégzések megtörténtek. Lehet, hogy Zamesnik úr megállapítja, hogy a számla Bocskai Péter által alá van írva, a vállalkozói szerződés ki van töltve rendesen. Az egy dolog. Én gyakorlatilag a feljelentést amiatt tettem, hogy ezek a munkák nem készültek el. Mondjuk kétségtelen, hogy az ügyvéd sem tette le azt, hogy járt volna a helyszínen, amiről szó van. Na most azt is tudjuk, vagy azt is hallottuk, hogy időközben önnek volt további munkatársait is elküldték a cégtől. Ha jól tudom, olyan bizalomvesztés címen erről tud valamit ön? Igen, hallottam róla. Nagyon sajnálom a kollégákat, és ezután szeretnék tőlük is elnézést kérni, valamilyen köze van az én ügyemnek ehhez az elbocsátáshoz. Nem ez a szándékom. Nem az volt a szándékom eredetileg, hogy bármelyik dolgozónkat kellemetlen helyzetbe hozzam az üggyel kapcsolatban. Sajnálom, hogy így alakult. Végül pedig arra lennék kíváncsi, mert ugye mi arról sem beszéltünk azóta, hogy a ön korábbi cégének nyilatkozatai alapján mintha az derülne ki, hogy ön nem kifogásolta azt, hogy önnek megszüntették a munkaviszonyát, miközben én meg úgy tudom, hogy ön munkaügyi perbe kezdett. Hát igen, a kommunikáció egy kicsit furcsán jött le a nyílévétől. Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy hát nem igazán okos ember az, aki belenyugszik abba, hogyha eltávolítják a munkahelyéről. Igenis, munkaügyi bíróságon van az ügyem. Tárgyalni fogjuk, és remélhetőleg be is fogom bizonyítani azt, hogy az elbocsátásom teljesen jogtalan és jogszerűtlen volt. Már csak azért is, mert nem nagyon ismert a dolog, a háttérben szeretnék egy olyan információt kiadni, hogy nekem, mint felügyelőbizottsági tagnak elvileg védettség illetne meg munkajogilag, már csak a üzemi tanács által is. És azért érdekes volt ez az egész folyamat, hogy eleve azért folyamatában nem ül össze a FEB, lemondanak az üzemi tanácstagok, egyesével berendelve az ügyvezető irodájába, megszűnik az én védettségem. Tehát innentől kezdve olyan ez, mint egy boszorkányüldözés, nem is értem.
Végül utolsó kérdésem az, hogy mit tud ön, nyilván kihallgattak rengeteg munkatársát tanúként, mit tud a tanulvallomásokról? Van erről információja? Hát hírből vannak, tehát közvetlen információ. Tehát, hogy megerősítették, vagy gyengítették a gyanút? Úgy tudom, hogy vannak nagyon komoly terhelővallomások is. Egyre több szereplő van az ügyben. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb az igazság csak felszínre fog kerülni, és a rendőrség elvégzi ezt a munkát, amire hivatott. Mit szól ön ahhoz, hogy az ügyet állítólag elvitte a Nemzeti Nyomozóiroda? Na mostan itt megy ám a parasztlakítási torvaszájba, a politikai szférába, különösen közülési oldalról, meg a közülés vezető frakciója részéről. Hogy itt alapos gyanú sincs, ezt megállapított itt az ügyvéd kollégám, azt nem mi ügyvédek szoktuk azért megállapítani, hogy van-e alapos gyanú, vagy nincs. Az egy tévedés ne essék. Ezt az ügyet innen, a megyéből, ne a portás nyalábolta fel, azt vitte be az irattárba, hanem elvitte a Nemzeti Nyomozóiroda. Nem megszüntették az eljárást, hanem olyan szinten, amit úgy hívnak, hogy Nemzeti Nyomozóiroda, indokoltnak tartották, hogy magukhoz vonják, és további nyomozati cselekményeket végezzenek. Miről beszélünk? Tényleg nincs itt semmi. Én azt gondolom, hogy akkor tenné helyesen, a polgármester is, meg a közülés vezetés is azt mondaná, hogy a tabularáza van. Nézzük csak meg darabonként. Igazak ezek a... Hát, ha Orosz Zolinak van igaza. De egyébként ez meg nem a is egy olyan bonyolult probléma, nem? Nem hát, olyan nagyon bonyolult. Ki kell menni a megfelelő területekre. Tehát, hogy mondjam, szóval azért itt olyan okiratokat raktak le. Itt hallom már az is, hogy hogy jutott hozzá a felügyelőbizottsági tagként, az üzemi bizottság tagjaként, elmegyek jó szándékkal, meg szeretném nézni, mindent megtesznek, hogy meg ne nézzem, elmegyek az ügyészségre, ugyan már. Hát, de azóta nem tud itt aludni senki is az egész orosz családban, hogy most feljelentést tettek, tegyenek, csak vigyázzon minden kezénél a feljelentésnél a hamis vádra is. Mert az, hogy egy ember teszi a dolgát a közérdekébe, azért nehogy már fordítva kerüljünk arra. És végül azt szeretném öntől megtudni, hogy mit gondol arról, illetve egyáltalán tud-e pontosan róla, hogy azóta újabb embereket bocsátottak el, még ez a vezetőbeosztási embereket. Hát ez meg a teljes képtelenség, komolyan mondom, hogy aki megmer szólalni, hogy valami nem törvényes, nem megyünk a utána, hogy most, hát ha mégis igazat mondtak. Nem azokat gyorsan kirúgdossuk, most az én legutóbbi információ szerint szerkesztők a belső ellenőröket, az évek óta ott dolgozó, tisztességes munkát végző belső ellenőröket rúgták ki egyik napról a másikra, de úgy, hogy az indok az nem létezik. Elmondom, az új munkatörvénykönyvének, illetve a közalkalmazotti törvénynek van egy kiváló passzusa. Úgy hívják, hogy bizalomvesztés. Bárkire, bármikor. Igen, bármikor bizalomvesztés. Önnek meggyőződése, befejezésű kérdezem, tényleg röviden azt kérek, meggyőződése, hogy itt történt bűncselekmény? Hát én láttam azokat a papírokat, amiket Zoli becsatolt. Hát nincs miről beszélni. Hát nem akarok... Egy dolgot, hogy mondjak. A szerkesztő úrral, ha a szerkesztő úr nyomozna ezt az ügyet, és kezébe akarna egy számla, amiben az lenne, hogy a szerkesztő úr utcájába ilyen-olyan-olyan munkát végeztek. Ekkor és ekkor. És ott lakik a szerkesztő úr, és azt tudja, hogy ott a világon semmilyen olyan jellegű munka nem lett végezünk, tehát le van számlázva. Akkor elhinné, amit a nyírvévérnél kommunikálnak? Indokoltnak tartana ebben az esetben vagyonvizsgálatot is? Vagyonosodási vizsgálatot? Ha a szerkesztő úr lenne, a nyomozó, nem kezdeményezne vagyonosodási vizsgálatot? Hát, ha indokoltnak látszik, hogy ne. Hát, nem. Tehát azért mondom, hogy de ezeket nem én találom, hát meg a piacon, azt jönnek oda hozzám. Mondják. Hogy tetszik tudni, hogy ezt vett. Úgyhogy még hitelt sem kellett igénybe venni. Mit tudom én, a franc, azt tudom, hogy hol lakik, meg merre, hát nem ezzel kellek fekszek. De hát ettől még ez van benne a köztudatban, amikor nyílvévés
régen ismerem, nyílvévés személlyel találkozom. És azt mondja, hogy ügyvéd úr, ne itt beszélgessünk már, utól nem látnak. Mert meglátnak az ügyvéd úrral beszélgetni, lehet, hogy holnap kirúgnak. Jézus Mária, ide jutottunk. Én nem vagyok ellenséget tévedésre esik a nyílvévének. Nekem az a jó, ami a szerkesztő úrnak, a város lakosságának, hogy ez a cég tisztességgel jól működik. Nincsenek ilyen pletykák, mennek tisztességgel a munkák, az van leszámlázva, amit el is végeztünk, nem mennek el ilyen olyan csatornán pénzek, ez a jó. Hogyha itt minket ellenségként kezelnek a város ellenségeként, hát akkor azoknak kell végig gondolni, hogy tényleg mi vagyunk a város ellenségei. Tényleg, mert miért akarok én rosszat, hogy azt mondom, hogy ne tessenek ellopni a közpénzeket.